Üdvözlöm a kedves nézőket! Mai játékunk a PubSim nevű demo, ami érdekességként magyar fejlesztés. Most első rápróbálásom, hogy ez milyen, hogyan. A képek alapján egy ilyen vegyes felvágott. Az érdekesség az 1ST Impact Games készítette, és ugye már most 14-én, azaz mához két nap múlva fog megjelenni a játék. Ez itt most egy demo, viszont nem találunk róla árat. Úgyhogy fene tudja. Meglátjuk, mire lesz jó. Vágjunk is bele. Nézzük meg, hogy mi mit csinál, hogyan, merre, mettől, meddig. Az hadd szóljon. Akar netet? Adjunk neki. Epic Games-t is kér. Sem egy hátrány. Meglátjuk eddig, mit csinál. Lehet, hogy el se fog indulni. Lehet, hogy rá kéne küldenünk egy 4 GHz-et. Ugye már első indítás. First reaction, ahogy mondanák. És ti hallotok? Én nem. Egy pillanat, még ezt átállítom. Mostanában valamiért az OBS baszakodik ezzel. Komolyan ilyen halk. És 12 FPS-ünk van, csak úgy zárójelben megjegyzem. Mindezt egy RTX 3050 laptopon, szóval... Cuki. Készünk on. Egy kommentet sikerült olvasnom a játékról, hogy a GPG nyelviekben nem fedi a valóságot, mert nincs köszönő viszonyba se azzal, hogy mit írnak róla. És ugye már elég nagy gépigénye van, már Unreal Engine-öt, szóval annyira ne csodálkozzunk. De egy címszavallat parádja az egészen, most nekem is ez a 12 FPS így vagány. Azért próbálom meg ezt átállítani. Ugyebár, hogy szép legyen és jó legyen. Nem az első eset az, hogy már van 21 FPS-ünk. Nem az első eset az, hogy belefutok egy olyan játékba, aminél elvileg a gépigény röhögve megvan, gyakorlatilag meg nincs. Na, így egyből 57 frame rate-ünk van, így már barátibb a világ. Oké. Okay. Instabil 60. Hangok. Ja, ilyen szinten van a fon. Igen, bármi van-e? Semmi. Érdekes itt a demo. Nyilván ez a capture card nekem, amire megy ki a hang, és azt kell hallanom itt a fülemben nekem is, amit ti hallotok. De akkor nem nálam volt a hiba, simán a játék nem tartalmaz semmit. Irányítás terén van space, kisebben nem is írhatták volna ki egyébként. Viszont ha milyen szépen futunk, akkor ezt toljuk már föl. Vagy ezt. Ez a Resolution Scale lényege ugyebár a felbontás. Legyen maximum az a Full HD, Full HD legyen. Elvégben így is 60 frame rate-en vagyunk. Oké, okay, ja nem ott kell, itt kell visszaadni. És akkor nyomjuk egy New Game-et. Brutálisan nincs hangom egyébként. És nektek se. És pedig ez a fejemen szól, szóval nem nálam van a hiba. Gratulálunk a saját... What? Gratulálunk a saját megszerezted, Parkés. Ezt a
establishment, hát végül is ingatlanra gondol ilyen téren, fene tudja. Azt mondjuk a jó öreg Google fordítót, azt nézzük meg, hogy mire gondolt a költő. Csak hogy ne hülyeséget beszéljek itt, mert bár szódával próbálnám érteni, hogy mit akar magyarázni, egy cépa elmondja. Retronk, hogy megvásárolod a szép létesítményt. Oké, biztos megtalálja, hogy jól megéri a sok-sok adósság, mely most van. Először is jó ötlet lehet a helyek kitakarítása, és ugyebár egyéb beállítás. Amúgy 50 ezer dollár hitelünk van, tehát 50 ezer dollár adósság. Oké, használjuk a számítógépet, készletrendelés és ugyebár a vállalkozást fejlesszük. Ne csak a kölcsönünkön túl, egy nap 60 blablabla, itt hülyeségeket ír a fordítom, mert szerintem... Igen. Just try not to overspend and szerintem az go bankrupt és nem 60 bankrupt akar lenni, de ez a betűstílus így érdekes, ugye kell erre a szóra gondolok itt, hogy az go és nem 60. De elvijek be, hogy egy nap ugyebár a kölcsönt letudtuk, és hogy hurrá, és akkor haladunk előre. Most van 3000 dollárunk. Első nap, 8 óra, egyes szint, oké. Okay. Jó. Két helyen is látunk FPS számot, jobb lent meg bal fönt. És akkor tap to tablet. Oké. Okay. Mert eléggé fapados a világ, nincs is forra töltve a tabunk. Más tudunk állítgatni egyébként. Csak hogy mice-mice legyen. DSR-t kilőjük akkor. Elvégben továbbra is 60 frame rate-ünk van. Akkor ezek szerint nem lőttek alá a gépigénynek, csak be kéne tudni állítani a... Aha, na, csak lehet ezt állítgatni. Így médiumra. Az FPS számunk elvileg 60 és szebb lett a játék. Jó. Mindjárt kiderül, hogy merre, hogyan, mert a Dynamic Resolution-t kilőttük, bár ezt lehúzta. Én fölhúzok, így is elvégben megvan a 60 szódával, na de hát legalább kinéz valahogy a játék. Az ott csillogás, jó. Akkor nem is néz ki olyan csúnyán, ugyebár köszönhető itt az Unreal Engine-nek, és akkor annyira rosszul sincs optimalizálva, függetlenül, hogy az elején lakparádéval indultunk. Erre mondom, már 50 FPS alatt vagyunk. Na mindegy, akkor ide bejövünk bal gombba. Csodás hang volt, kinyitottunk. FE, bármi nézzünk egy irányítást. Control. Ez mind. Oké. Okay. Button name, na empty. Jó, hát nem csillabizált el, tap to tablet. Jobb gombbal visszázunk, és tabbal bezárunk. De mit akarunk itt? Arról vesz, hogy először takarítsunk ki, nem? Selling. Ezek a falak. Furniture bútorok, konkrétan üres. Meg itt van még falak, akkor ez a padló a cellings. De a floors is padló, szóval I don't know. Oké. Okay. Tab, open the tablet. Jó, mit akarunk amúgy? Reggel 8 óra van, első nap, 3000 pénzünk van. Mice. Már elakadtunk az elején. Ja, hát 10 dollárért adja ilyet. Oké, okay, paintelni tudunk, de mit, mikor az orrom még nem látok? Beállítás nincs arra, hogy fényerőt állítsunk? Vagy az a megoldás, hogy húzzuk le a grafikát? Egem, így lesz világos. Ja, hát most már látunk. Ilyenkor van az, amikor a grafika eltünteti neked a megoldást, és nem tudom, hova tudunk ezzel paintelni, mert balgom. Semmire nem reagál. Semben, semkin. Jó. Open tablet. Ha nézzünk furniture-t. Nincs. Ezért a menü így eltűnik. Falak. Nincs bajom a fallal egyébként, de akkor
annyira akarjuk, hogy legyen ez a régi fajta típusú fal. Vágom. Hát ő elvileg piros szeretne lenni. Jó, hát kinek mi? Nem vagyok semmi jónak elrontója. Örülök neki, hogy működik a szkinezés. Az is, hogy ezt a falat ilyen pici darabokba tudjuk csak sok-sok 5 dollárért megjavítani. A koszt simán magunkévá festjük. Ezzel ne is foglalkozzunk szerintem. Egyetlen dolog, amiben nagyon-nagyon örülök mostanában itt a magyar fejlesztésű játékokat látva, hogy bár igen, hogy a külföldi mínusz 1000 pénz, oké, szóval a F-clean. Oké, többször is rá kell nyomni, hogy feltakarítsuk. Oké, ablak megtakarítva, ő szerinte. Szóval a magyar fejlesztésű játék nem az van, mint régen. Egyszer jó hangos volt, mint a Swine-nál volt, hogy urrá magyar fejlesztésű csapat, és akkor magyarok is dolgoznak rajta, és akkor mindenki örül, és van benne magyar nyelv, konkrétan nincs. Az jó, itt egy demo, oké, hogy világszínvonalilag több emberhez jut el, ha van benne angol, de az, hogy csak angol, miközben úgy van sztárolva, értsétek jól, hogy sztárolva, hogy magyar fejlesztés. Egyébként én is egy cikket olvastam egyébként egy netes oldalon ezzel kapcsolatban, talán a GameStar, de hülyeséget nem akarok mondani, úgyhogy ingyen reklám mindenkinek, hogy igencsak, hogy fú, kocsmát nyithatunk, meg magyar fejlesztés, meg ilyenek, be van 7,5 liter, mit akartok. Eléggé rágya ez a hűtő, hát én ebben semmit nem raknak be, olyan dzsuvás. Ó, ámítógép, és jól látom, Windows 95 fut rajta. Legalábbis valami nagyon olyannak tűnik. Azt nézem közben, hogy van-e itt még takarítani, mert hát ezek a játékok erről híresek, hogy mindent is csinálják. News Computer. Ó, ez még vagányabb, mint az. Oké, bank. $250 kéne naponta visszafizetni, és 0,5%-kal nő a kamat. Az úgy nice. És akkor még tudunk fölvenni, meg ki fizetni. Oké. Nincs annyi pénzünk szerintem. Real Estate. Ó, szóval még ingatlanoskodni is tudunk, hogy akkor még tovább bővítsük a helyet. $2,860 van. Management. Itt ötös szint meg társaitól tudunk följebb menni, mint barkeeper-öket fölvenni. 4-et. Akkor 7-es szinttől. Ötösre jön egy felszolgáló, vagy pultos, barkeeper. Utána jön egy takarító 7-es szinttől. Majd 9-estől egy pakoló, stock worker, és egész 30-as szintig el lehet velük menni. Mindegyiknél látszik, hogy milyen cumok vannak, vagy ez mik. Licenszertek, kit hova, merre, számlák, tárolók. Eléggé fapad egyébként ez a menü, még ha vicces is egy kicsit. Jó, akkor ezek szerint a furniture-t a tabba azért nem érjük el, mert itt kell a számítógépen menni belőle. American Bay felirattal. És hát lehet, hogy nem ártana vennünk egyébként egy ilyet. Meghozzá a széket. Ha már kocsmát üzemeltetünk, de úgy látom, nincsen rá mód. Nice. Azt mondom, chairs, itt is van. Ahhoz az asztalhoz legalább ketten le fognak tudni ülni. Ilyen drágám. Azt mondom, hogy gimme. És akkor le is vontam a money-t, és akkor furniture, és ahogy gondoltam, itt is van, és már bukással el lehet adni őket, azaz itt $5 bukunk, itt meg 10-et. Megfogom, hogy akkor ezt le akarom rakni, és itt akkor már is 4 szék rakható le ezek szerint. És akkor görgővel lehet forgatni. A játékmechanika az adja magát egyébként a többi játékhoz képest. Jó, ide le is hajítjuk. Ó, megint csak furniture, a két szék, az egyik oda,
másik ide, és akkor még kéne vennünk kettő széket szerintem, hogy akkor ott már négyen legyenek és összebandázzanak, vagy kéne még asztal is. Valahogy azt mondom, hogy tables, asztalokból, akkor jöjjön kettő. Nem. Ebből jöjjön kettő. Körasztalból. És székből kell akkor nekünk 10 darab. Ugyanis kettő kell ahhoz, amit most leraktunk, és 4 per asztal. Oké. Ezzel a lendülettel ez meg is van. Egyébként amúgy nincs villanyunk, vagy what? Lesz itt villanykapcsoló. Ó, slőm világosság. Jaj, de kár volt fölkapcsolni, hogy néz ki a plafonba. Amen. De legalább látunk Juvet. F cleanup. Oké. Sőt, a cellings ez a plafon lesz. Szerintem. Legyen kőből. Az hát. Érdekel, szépen lefestjük, mert hogy néz már ki. Még a sima tégla is több értelmet ad annak, hogy látjuk a vasalást, meg ugyebár a mindent, mint az, hogy milyen messzi helyre érünk el. Elég hosszú kele van a csávónak. Kb. Odáig. Jó, hogy így átforog. És akkor igen, a lehető leghülyébb festéket választottam ki, de jó az ide falura. Ez is jobb, mint a szamasz ilyen márt vakolat. Legalább olyan kis rusztikus, kis natur, mint egy pince, már ilyen rohadt sokba kerül. Hát azért lerakunk ide egy jó párat. Egész konkrétan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, és akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8x12, az bárhonnan nézem, 96. Az 96-szal 5 pénzbe kerül, az majdnem 100-szor 5 pénz, ami cirka 400... 80 körül van. Most nagyon fáradt vagyok, mert ahhoz, hogy normálisan matek számoljak, pedig ez egy egyszerű számítás, de ezzel ne foglalkozzunk. Aki akarja, az kiszámolja. Itt a csodás új plafonunk, nyilván a celling az a plafon. Mi van falunk, plafonunk, a padló az szerintem szódával elmegy, de a particle effekteket látjuk potyorogni. De az nem baj. És akkor ide lerakunk egy vagánykodót. Ide. És akkor kellenek a szikecskék. Egy, kettő, jó, hogy egyből helyre rakja őket, hogy hova valók. Ugyebár van egy olyan érzésem egyébként, hogy AI generált egy csomó minden a játékban, mert azt hiszem ezt még írja is a adatlapja, hogy a AI segít egyes dolgokba benne. Például a rajzok készítése, meg ilyenek, és mellette a borítót is AI készítette. Tehát nem baj. És akkor itt vannak üvegek. És poharak. Egy baromi nagy eltakarítás. Hogy ezzel kezdjük el a műszakot? Aha! Szóval reggel 8 óra van, végtelen ideig tört az időnk. És hát... a pultnál max állni fognak tudni. Jó, a tutoriának se egy hátrány, hogy van időnk amúgy. Meg PR sem biztos, hogy hátrány lenne rendelnünk egyébként, mert... Bújnekken, Pulse Light, meg Double Light, Strella... Kőbányai nincs. Még ha át is van nevezve, mert ugye beledve azt hiszem a Bexé. Bellowtail. Az meg rács mögött van. Bor. Ezek borok. Vines. Spritz, ugyebár szerintem ők a felesek.
vagy nem, de mindegy. Na, itt is van fölül megadva, hogy vannak borok, draftok, vájzok és spritzek. Nem tudom, mink van amúgy. Árak. Be lehet állítgatni az árakat. Jelenleg ilyen árakon megyünk, ilyen profitokkal. Oké. Okay. Mondó vagyok, legyünk egy kicsit éhesek. Üpp. Ennyire nem akartam éhes lenni. Gondoltam 110%, de akkor nem. Ja, akkor 150% lesz minden, kérem szépen, el kell indulnunk, szóval ne csodálkozzunk. Furniture, mini fridge 200, old fridge, ilyenünk van. Ezt tudnánk lecserélni ilyenre. 25 pénz, ez már 500, 300, jesszus már is. Ez hordozhat, nem, ez billiárd lámpa. Azaz biliárdasztal lámpa. Pool table lamp. Régi pult, nagy pult, ugyebár ezek szekrények van, csak meg van színpad is 1500 ér. Zenem tudsz. 300 ér. Kérdés, hogy kiveri szét, vagy ki nem. Ennyi manink van, 1004. Vegyünk egyet. Remélem egyből csődbe is megyünk. És akkor ezt a zenemasinát lerakjuk ide. Így innen hallgathatjuk a szóljon hangosan az éneket. 200 válogatott szám van benne, vinillel. Hogy Airplay Music. Nem történik semmi. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy a játék föl van készülve arra, hogy most amúgy egyáltalán működjön a demo normálisan, vagy csak akkor fog elkezdeni normálisan működni, ha megvan minden. Ez az hurra. És mi van, ha mondjuk amúgy visszakapcsoljuk a fényeket? Akkor hogy fogunk kinézni? Mennyire leszünk ultra gagyik? Hát sokkal szebbek lettünk, azt mondom. De látványos a bevilágítási rendszer, hogy van. Meg a nem lehet semmit kategória között. Úgyhogy amondó vagyunk, vágjunk is bele. El is indult a nap, ajtó nyitva. Minusz 1000 pénzen vagyunk. És még mindig painting módban vagyunk amúgy. Mert a padlót is kötelezően át kell alakítanunk. Oddwood van lent végig. Jó, akkor legyen ilyen. Na, mi ez a lag? Ennek az NPC-k fölé lettek? Itt. Lesz ilyen szőnyegecske, ez lesz itt a VIP hely, kérem szépen. Ja, hát én bocsánat, de kikapcsolom ezt a illuminációs cumót, mert overall quality-t beledobjuk lóra, mert egyszerűen egy vicc. Így. Lássunk bár valamit komolyan. Így már látom. Na, itt is van az első jó képességű. Oké, szeretne egy coaster draftot, illetve a jobb gombot nyomva tartva el is zavarhatjuk innen a francba. Oké, okay, akkor elvégben mi kell neked? Osler draft. A draft az pia. Mert gondolom azonk van csak. Akkor kell egy pohár. Arra tippelek. Vagy nem. Place item hold. Oda le. Fölkapjuk. Jó, hogy ezt ide kell berakni. Oké. Okay. Oda be. És itt a sörcsapunk. Hogy az ott meg is van, hogy ez lesz rajta. Akkor ezt fölkapjuk. És e, new step. Oké. Okay. És akkor balgombbal lehet jönteni. Szépen teli.
Na? Azért nem mondom, a szalon szimulátorban ez kicsit korrektebbül van megoldva. Oké. Ez megvan. Finish step. Tessék, Bástya, give you a drink. Remélem happy vagy. Igen, add ide a kártyát. Cash register. És akkor 14 money. Confirm. Egy kóza draft. Igen, és akkor Sávának visszaadjuk a kártyáját. Oké, jöhet a következő. Te mit szeretnél? Pint of cluster draft, please. Pint. Jó, hát tudunk én, hogy mi mekkora, mert ők a fél literesek, és ők is fél literesek, ők három decisek. És ez meg 50. Szerintem ez is ugyanakkora. Azaz nagyon jól érzi magát. Oké. Okay. De hát mindenki kap egy pohárral, ezen nem variálunk. Use the tap. Balgom. Szépen föltöltjük, mintha tudnánk mit lehet. A leírásban meg is volt adva, úgyhogy ne törzs túl, meg ne menjen mellé, mert ha mellé megy, akkor bizony nem lesz nice. Oké. Okay. 13.42, 6.58-at kell visszaadni, mi meg 1, 2, az akkor 6 dollár, és akkor 58-at kell még, ja, hogy itt van 50 cent, 25, 10, 5 és 1, mert hogy azt mondom, hogy ezek itt mind 5-ösök, közben ott meg 1-es van, akkor kell neked 50, az 1, 2, 3, 4, 5, 6, az úgy zöld lett, elhagyjuk a cash regisztert, és visszaadjuk a pénzváltást, és már is ott van a kis manjitosunk. Nice. Jó, hát mindenki egy pohár sört kap, egy üveg poszlert kér. Hát üveg nincs bástya, mert, vagy bástya nél, bocsánat, mert az itt nincs. Úgyhogy kapsz te is egy pohárral, és remélem nem ilyen kicsit kérsz, sőt, meg kapsz ilyet, na, boros pohárból iszod a sört, mert vidéki vagy, mit szólsz hozzá? Én nem is hagyja berakni egyébként oda. Jó, az előbb itt zöld volt, vagy csak bebagolt. Na, szerintem akkor ott el vagy. Nagyon nice, elraktunk mindent. Ügyesek vagyunk. Akkor ezt add vissza szerintem ide. Te fordítva vagy ráadásul. Jó, hát ez innen följött, de vissza már nem megy a helyére. Gondolom útban van neki a másik. Vagy a pohár a levegőbe. Úgy, az ott tökéletes lesz szerintem. Te hova mész be? Hallod? Mert neked itt nincs kereszt-kereszt. Hagyjál békén ezt itt, close. Szóval, ezt akkor le akarom rakni vissza a helyére. És jelentem, nincs neki helye. Nincs itt meg a helye. Fölvettük onnan, de nincs meg. Hát akkor itt lesz eddentúl a csapolás, nekem úgy is jó. És ez már megint itt van előttünk. Kell egy pohár. A poharat ide tudjuk rakni. Ide kell neki pia. Jó step. Van még 7,5 liter piánk. Nem tudom, mennyit kérnek egyébként mennyiségbe. Szóval nem adja meg magát a rendszer, hogy eddig nice. Elvel bezárjuk. Kicsit kicsöpög, jó, hogy átlátjuk szarúant a csomón. Tessék ajándék, add ide a kártyádat. Oké. Okay.
Input number, enter, confirm, change, amount, 10. Akkor az előzőnek ingyen volt a pia. Oké. Okay. Confirm. Igen. És hogy húzom le a kártyát? Na most már nem enged ide vissza. Azt nem mondta, hogy ennek is ingyen van a pia. Minusz 5 dollár, azt mondja. Hát ez nagyon nicce. Te mit akarsz? Egy üveg piát. Nincs is ennyi poharunk. Amúgy. Jó, ezt is megküldjük. És már előbb ugyebár többet öntöttünk ki, ennek köszönhetően kevesebb a piánk. Így deficitet termeltünk magunknak. Tessék, te mivel fizetsz? Pénzzel. Nagyon jó pénzt elfogadjuk, azt tudjuk értelmezni. 6,58 vissza. 1, 2, 5, 5. Tessék, hagyjál békén. Messze ajándék. Jó. 5 dollárba kerül az, hogy kiszolgálunk, és üzen valamennyit üzenünk. Pint of Landsberg draft, please. Nincs más. Ez van, nem kapsz mást. Úgyhogy ha tetszik, jó, ha nem tetszik, így is jó. Kapod ezt a közel piát, az csá. Mindenkinek ilyet adunk. A specialitása, kérem szépen, ezen ne akadjunk le, kedves vásárlók. Ez van, ezt kapod, add ide a összes pénzedet, és megpróbáljuk ezt használni. 13, 42, confirm, visszaadom, és elviekben megkaptuk a pénzt rá, és 10-et vett le. Hm. Jó, ő is ezt kér, hamarosan elfogy a pián, csak zárójelben megjegyzem, mert mindenki jön piáni, de már a 7,5 literes hordónknak a fele majdnem elment. Tessék, ezt kapsz, adjál kártyát. Ide kell akkor beütni a olyat, ide semmi. Ezeket hiába. Confirm. És nesze pénz. Ez most nem került pénzbe. Te mit akarsz? Van egy kéztartásod, bástya, és megakadtunk, mint a krumpli. Oké. Okay. Hát szerintem kiszolgálom őket, eddig eljutunk ma. Ebből a demóval. Egyébként annyira jelenleg azt látom benne, hogy nem nyűgöz le. Van benne ráció, de nagyon benne van az, hogy a Unreal Engine-t használja ki, mint... De te mivel fizettél, hogy ilyen baromi sokat kelljen vissza? 50 dodossal? Shame on you. De nagyon. Egy. Azt hiszed, bank vagyok, vagy mi? 13.42-re adom a piát, azt már is izolt, közben csoportosulás van, kérem szépen. Mindenkinek az az egy asztal tetszik, a többi nem érdekel senkit, pedig leraktam egy csomót. Pint nyit. Mi van, ha ilyet akarok? Ezt tudom használni? Nem. Szóval ilyenben nem tudok önteni semmit. Jó, nézd, ott a földön tök jól fogsz kinézni. Mindenkinek csak sört tudok adni, sörünk van. Ezt használjuk alapból, akkor te kapsz csak 3 decit, mit szoksz hozzá? Így. Messze ajándék. Pinto, buy nekem draft, please. Komolyan még kell rá? Pint, akkor lehet, hogy a fél liter. Így kapod, mit szólsz hozzá? Már fizet is. Tökéletesen le lehet őket húzni. 6,58 vissza. Így. Miért van egy ilyen érzésem, hogy egyébként a játékmechanikák jó részét kölcsönvette más játékokból, mint például a kasszázás meg ilyenek, mert
baromira úgy érzem, hogy ezt más szimulátor gaméban már láttuk. Ami oké, nem találják fel a hideg vizet kétszer, ahogy mondanák, de ők is megkárosítjuk egy kicsit. Ő is azt hiszi, hogy vártók vagyunk. Hát figyelj, kapsz vissza $35. Tessék cseh. Neked többbe került a pia. Nem elég, hogy kevesebbet kaptál, többé is került. Oké. Amúgy mosogatnunk nem kell? Azt se tűnt föl még eddig, hogy gyűlne a mosatlan. Hát ha ránk jön a kölyár, azt nézhetünk ki a fejünkből. Te már csak 4-8-at kapsz. Tessék. Ő se vette észre. Viszont véletlen neked $14 lesz a lehúzunk rajtad. Ki is fizette kérdés nélkül. És te a nap utolsó vendége. Te kapod a legdurvább lehúzást. Bár ilyenkor kísérletelni bűn nélkül meg lehet, mert hát ez egy játék. Ami nem azt jelenti, hogy ezt a való életbe is megtenni az ember. 4-6-ot kapsz. Ez annyi mintad, látod? El is hitted, hogy annyi, na? Te is azt hitted, hogy visszajáró vendég vagy, kapsz $30, ja, váltásnak díja volt, csak szólok. Hát itt jó sokan vagytok, ó! És akkor itt vannak a poharak. Oké, ő még kér. Ennyire illet bástya? Ilyen nagyon sokat iszol, nem feltétlen tesz jót az egészségednek, hogy ilyen sokat iszol, az a pók meg nagyon gyors, hogy így visszatermelte ezeket ide. A zenegében meg kár volt belefetszönünk pénzt, mert kutya nem játszik semmit, vagy nem tartalmaz a játék semmit. Én oda akarok nézni. Battle of Dublight, please. Nincs Dublightunk, kapsz ilyet. És még hozzá egy botlét akarta, ez egy kis botle, úgyhogy ez csak 4-6. Mit szólsz hozzá? Nesze. Jó, ez azt hiszi, hogy váltók vagyunk, nem hiszi azt, ő $5 kap vissza. Parancsolj. Oké, ezek itt nagyon örülnek, szerintem ezt innen át kéne pakolnunk, hogy fele tudja, mert valamiért mindenki oda jön. Folding to furniture, és ide rakom. Bástya nagyon ügyes, a levegőbe ül. Oké. Ne kérdőjelezzük meg. Ez így is jó. Oké, te mit szeretnél? Poster draftot, please. Hát nézd, pont olyanunk van. Erre rá is van írva, hogy poster, szóval te ilyet akarsz, te vagy a nap vendége, aki ilyet akar elsőre. Aztán lehet, hogy korábban is volt, de az minket nem zavar. 4-6 a szokásos fél literes adag, csak mi vigyázunk a májacskádra. Miért is ne, és te is azt hiszed, hogy visszajáró vagy, úgyhogy kapsz vissza $20, és szerintem szia. $30-ért megveheted a piádat, és útkeresés, és megtalálja. Ügyes! Oké. Okay. És le is járt a D1 egyébként. Close the main door to end shift, ugyebár ezt zárjuk be, ha vége a napnak. Na, ma még megiszod a semmit, vagy? Vagy meddig fogdosodni? Jó, hát neki nagyon ízlett. Jó éjszakát, éjfél van. Azt hittem, hogy kimegy a csukott a falon át. Korábban jött, semmi gond. Elköltött például 1008, szerzett money 187.94, első nap 1600 money minuszban vagyunk. 13 pistiket szolgáltunk ki. Elért reputáció minusz 64, összes reputáció 36 a 100-ból. Oké. Cardinal Day 250 dodó minusszal kezdünk. Én amondom vagyok, hogy nézzünk körbe a városba, meddig tudunk elmenni. Az a szerintem kis Peugeot elég érdekesen állt meg. Egyébként én, mikor parkolok, szeretem egyenesen megállítani a kormányt. Sokan vannak, akik ilyen vagánykodósan eltekerve hagyják.
itt lehet cigi és alkoholt venni. Útni nem tudunk, még egy kis Peugeot vagy Citroën is lehet egyébként. Meg itt is, úgy látom csak ezekkel van tele a város. Mapunk van, nincs tab, csak a cumó. Meddig tudunk eljönni? Meg meddig van értelme eljönni? Mert ugyebár az jó pofa, mondjuk ide épített az illető egy elég nagy várost, amit be lehet járni. Kérdés, hogy mi értelme van bejárni a várost. Tudunk ugrani a space-szel, na hát ez előny. Arrafelé is lent vannak dolgok. Ó, oh, hát sziasztok! Fall damage nincs, mi meglepő. Ellenben viszont ott hagytuk a helyünket, és fingom nincs, hogy megyünk oda-vissza. Azt lehet, hogy itt van egy út felfele-vissza. Érdekes, hogy a város ezen részét. Na, itt már másfajta járműveket is látunk, kérem szépen. Van itt valami szedán is. Nem csak a kis hatchback. És hangok alapján, mintha élne a város, gyakorlatilag ez olyan hihetlen, mint a fene. Mondom, ezt egész addig mindjárt nem gázol valaki. Úgyhogy új kihívás, juss vissza a kocsmába. Nem tudom, hogy miért. Minden esetre van egy ilyen érzésem, hogy ez a játék az, aminek köszönhető le fog kellenem venni a én hangomat a felvételről, és halkabbra venni pontosabban. Your ad, ott van reklámhely. Oké, okay, ha szeretné hirdetni, ott tudsz. Játékon belüli reklám elhelyezés, kérem szépen. Jobb, mint a NFT-k a köbön. Brutális graffitit látunk itt, Huba, vagy Hugo, vagy nem tudom mi akar el lenni. Legalább nincsen olyan gondom, mint a tegnapi játékkal, amit egyébként majd csak később fogtok látni ahhoz képest, mint hogy én tegnap játszottam vele. Ugyebár ez a Borderlands 2, direkt így mondva, aminek az intro videójáról maradtam fel egy print screent, ugye YouTube szerint, copyright, úgyhogy jó volt, ennek köszönhetően. Jó a játék, másmire emlékeztem 10 évvel ezelőtt, viszont nem tudok azzal mit kezdeni, hogy maga az intro, ami amúgy magától indul el, copyrightos. Na ez milyen nyelven van amúgy? Aki tudja, írja meg kommentbe. Nem ér is, nem? És egyébként akkor fogok kacarászni, ha most elmegyünk a bárunk mellett, de nem, szerintem valahol itt a bárunk. Erre fele jöttünk el. És ez itt mi? Ó, de szép. Ide is lehetünk bárba, föl upgrade-elődni. Tetszenek ezek egyébként a régi építészeti stílusok, és jó az, hogy a várost ennyire körbe lehet járkálni. Úgyhogy ez plusz pont. This is market. És egyébként fújja a szél. Szóval a fizika az mindenhol tetten érhető, még ha csak egyszerű animáció formájába is. De tetten érhető. Azon filozok, hogy ilyen messze eljöttünk. Ja, mert itt is vagyunk, The Hound and Hare maga a bárunk. Itt kinyitunk most, úgyhogy ez így Nice. És akkor szerintem rendelnünk kéne piát, Mr. Liquor-t, és van, aki itt ki mint hogyan merre kér. Az van draftunk. Elég sokért. Kérdés, hogy mennyi minden jön belőle. 280-ba kerülje, biztos, hogy nem veszünk. Oké, hullázna magad. Ez 80, ez meg már 90 pénz. Még a sörökből. Ez 70. 2, 75.
Pardon, és itt 10 lehet kiemleget, hogy csuklok. Szóval itt 10 lehet bent a kosárban, és egy raklapból lehet szintén 10. Oké. Okay. Eléggé rossz minőségben olvashatóak ezek, szóval ha valamiért úgy döntünk, hogy mondjuk ezt on, és ez is ultra, akkor van 8 FPS-ünk, 10, viszont talán így olvasható. Hát kevésbé szellemképes a kép, de mindegy. Viszont szerintem ez most itt ennyi lenne. Ha gondoljátok, ti is próbáljátok ki. A gépigény a szódával elmegy. Oké. Okay. Úgyhogy ez nem annyira veszélyes benne. Hogy lássátok ti is így a végére. Vannak dolgok, hogy mit kell csinálni, meg mit nem, meg most majd 14-én fog megjelenni, szóval ez adott. Tisztíts ki a házad, menedzseld az üzletet, töltsd fel a készleteket, folyadékszimuláció, staff management, van Discord, stb. Itt is szól róla, hogy emigenerált tartalom van benne, egyébként segít a játékban lévő dolgok készítésével, és a főlógó képet is azt csinálta. A gépigény egy 1060-as GeForce GTX, ugyebár egy 7. genes középkategóriás írta, 9 giga helye, ajánlott a GTX 2080. Ugyebár nekem most a proci az még adott, mert 11600-an van, viszont 3050 van benne, és esetleg már GTX, amúgy hanem RTX. Ez itt elírás része. Ettől függetlenül belevágtak a készítők abba, azt hiszem két fős branch a játékkészítésbe, úgyhogy nagy pisz innen is nekik, de azért még van mit ezen dolgozni. Ettől függetlenül engem ez a demo nem győzött meg, ettől függetlenül simán lehetséges, hogy amúgy a végtermék majd jó lesz. Úgyhogy sose adjuk föl. Most azt nézem, hogy nem találom, amit keresek, de mindegy. A demónak a oldalát kerestem, de mindegy. Ott írta egy kommentelő, hogy nincs megelégedve a játék minőségével, mert ő szerint ez egy kalap kapát, mert hogy akad, mint a fene, is törölte. Itt láttuk, hogy lejjebb lehet húzni a grafikát, hát a dolgok nem minden esetben fedik a valóságot. Most lehet, hogy értelmesebb teljesítmény számítógépen ez egy kicsit jobban futna, illetve jobban lenne. Azért láttunk a piacon ennél sokkal jobb próbálkozásokat. Aki érez rá kedvet, az nyugodtan próbálja ki. Én köszöntöm a figyelmet, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Addig is sziasztok!